Burgonyát, cukorrépát, zöldborsót, csemege kukoricát és takarmány növényeket termeszt a Szólum ZRT 1500 hektár szántó területen. A szélsőséges időjárás nagy hatással lehet a növényekre, és negatívan is befolyásolhatja a hozamot. Tőle mindig azt szokták kérdezni, hogy milyen időjárás szeret a mezőgazdász. Én azt tudom mondani, hogy a mezőgazdásznak mindig az a jó, amilyen évszak van, és az évszaknak megfelelő időjárás a kedvező. Most a télen, az idei enyhe tél, ahogy kezdődött, ez furcsa volt, nem csak mi, nekünk embereknek, hiszen ha visszaemlékezünk a karácsonyi időszakba, akkor nagyon csak pluszok voltak, nem jött ez a fehér karácsony, hanem a növénytermesztésben is, hiszen az elvetett gabonák, az őszi búza, a rozs, az őszi árpa, ezek szépen tudtak fejlődni, és azok a vetések, amik időbe kerültek elvetésre, azok esetleg már túl is fejlődhettek a téli időszakba, viszont a későbbi vetések pedig meg tudtak erősödni. Talán azt tudom mondani, hogy most már az időjárásunk normalizálódott, hiszen január végére megérkezett az igazi tél. Azt gondolom, hogy az idáig az enyhe idő nem okozott problémát a növénytermesztésben, és talán azt is tudom mondani, hogy a kertészeti kultúrákban, a gyümölcstermesztésben, a szőlőben sem okozott problémát, hiszen február közepéig a gyümölcsfák és a szőlő is mély nyugalmi állapotban van, tehát a rügyek nem indultak el fejlődésre. A februári időjárás nagyban befolyásolja majd a növénytermesztés és a kertészet 2014. évi produktumait, tette hozzá Cita János. Egy hosszabb idejű felmelegedés esetén a növények kihajthatnak, és ha márciusban ismét fagy lesz, akár fagykárokat is szenvedhetnek. A szántóföldi növénytermesztésben pedig a gabona vetésekben jelenthet problémát, hogyha a felmelegedés követően februárban újra visszajön a nagy hideg, hiszen akkor a növények a fagy hatásra a gyökerei elszakadnak a talajtól, és akkor nagyobb jellegű károsodást is okozhat. Őszi búza vetéseknél még probléma lehet az, hogyha nagy hó érkezik, és a nagy hó alatt a hosszú ideig levegőtlen területeken a túlfejlődött gabona kipálik, tavasszal sok levelet veszít. Most viszont egyértelműen ki tudom jelenteni, hogy jelen pillanatban ilyen jellegű problémák nincsenek a határban. A télhatás azért is fontos a mezőgazdaságban, hogy a télen áttelelő kártevő kórokozók, azoknak úgymond a természetes gyérülése az megtörténjen, hiszen ha enyhe a tél, akkor nagyon sok kórokozó kártevő könnyen telel, és nagyobb invázióban támadják meg a növényeket tavasszal. Tavaly a márciusi fagy ellenére a természet helyrehozta a kisebb károkat, például a gabona jó termést hozott. Komáromban 6 tonnás őszi búzatermést takarítottak be, amely az országos átlag felett volt. Ez az árakat is befolyásolta, a gabona átvételi ára alacsonyabb volt 2012-höz képest. Vagyis a természet önmagát gyógyítja, bizonyos káresemények után gyorsan regenerálódnak a növények.